R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladék lerakóba. Ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R, a Millás reggeli körforgásos gazdaság rovata következik. Nagy izgalmas történetünk van, két tőzsdei cég fogott össze az e-mobilitás jobb terjedése, vagy zöld mobilitás terjedése érdekében. Ez az Auto Wallis és az Alteo, és hogy min alapszik ez az együttműködés, vagy mit találtak ők ki együtt, ezt fogjuk megbeszélni Novotny Dénessel, az Alteo NRT e-mobilitás üzletágának vezetőjével. Jó reggelt kívánunk, szervusz! Jó reggelt, szervusz, köszöntöm a hallgatókat is. Na, ugye úgy néz ki, hogy már nem csak autótöltőt vásárolhatnak az Opel gépjármű tulajdonosok, akik a Wallis csoporthoz betérnek, és ott autót vásárolnak, de egy komplett megoldás együtteshez is juthatnak, ami egy olcsó e-autózás garantál. Miről van itt szó? Mit találtatok ki? Igen, arról van szó, hogy azt látjuk, és a becslésünk szerint jövőre már minden hatodik, 24-ben minden ötödik, aztán 25-ben már minden negyedik új gépjármű, amit értékesítenek, elektromosan tölthető, leginkább tiszta elektromos autó lesz. És látjuk, hogy az ügyfelek, oké, érdekli persze, hogy milyenek ezek az autók, hogyan működnek, hogy néznek ki, de legalább ennyire érdekli őket, hogy hogyan lesznek ezek feltöltve, és hogyan lehet ezt költséghatékonyan tölteni. Ugye itt a költséghatékonyság kulcs szó, mert most már egyre inkább a külső ilyen nyilvános töltők is egyre drágulnak, és hát előbb-utóbb rendes piaci ára lesz, ami már akár a benzinárával vetekedhet. Abszolút, és ezt tudják is az ügyfelek, és talán ez a legnagyobb különbség a tavalyi, amikor elkezdtük az együttműködést tavaly, akkor arról beszéltünk még csak, hogy akkor töltőt adjunk az autóhoz. De most, hogy ilyen energiaárak vannak, most már az ügyfelek azt is nézik, hogy hogyan tud ez az egész tényleg költséghatékony lenni. Tehát oké, hogy van ott töltő az autó mellé, az eddig is volt, de az Opel kereskedésekben elindulunk azzal is, hogy legyen esetleg, hogyha az ügyfélnek ez lehető, ilyen lehetősége van, akkor napelemes rendszer, vagy akár energiatároló is bekerüljön hozzá, és mint átfogó megoldás tudja olcsóbban, vagy költséghatékonyan tölteni az autóját. Tehát gyakorlatilag a komplet rendszert megvásárolhatja, és kérheti a telepítését. Így van, tehát ugye ez jövőre indulunk ezzel, de valóban itt ezt, hogy komplet rendszer, ezt az ügyfeleknek ugye el kell magyarázni, meg kell érteni, és ezért tartjuk ezt nagyon fontos lépésnek, hogy az autóval is, és ezen belül most az Opel kereskedésekkel el tudtunk indulni, mert ők egy nagyon jó csatorna, egy nagyon jó fázi felület arra, hogy mindezt elmondják az ügyfeleknek, és bemutassák, hogy miért is, hogyan kapcsolódik össze, és miért fontos egy napelemes rendszer, egy energiatároló, és az autó töltés. Legyen az egy otthon, vagy egy vállalati telephely. Uh-huh. Ilyenkor az energiatárolót, az akkumulátort lehet esetleg másra is használni a házon belül? Ez most bocs, hogy egy ilyen laikus kérdése jövök, de ugye itt fölmerült az új szabályozás miatt, ugye, hogy már nem lehet, tehát már csak ilyen sziget felhasználásban lehet majd a napelemes rendszereket otthon működtetni, és adódik a kérdés, hogy esetleg van erre mód. Hogyne, hát ez annyira életszerű, hogy igen, amikor az új szabályozás kijött, mi akkor szerettük volna, hogy bejelentél a sajtóközleményünket. Aha. Tehát gyorsan megállítottuk, hogy hoppá, akkor itt most vegyünk egy levegőt, és akkor egy picit gondoljuk újra, és az energiatárolást akkor tegyük így előre, és akkor ezt minél hamarabb nek a lehetőségét is biztosítjuk az ügyfelek számára, mert az eredeti elképzelésben még csak napelem szerepelt. És igen, az energiatároló olyan szinten kulcs eleme lesz egy otthon, vagy egy vállalati telephely működésének, vagy akár legyen az irodaház, vagy társasház, hogy valóban segít az autók töltésében, de nagyon nagy szerepe lesz abban, hogy amúgy kvázi kisimítsa azt a görbét, ami a fogyasztása az ügyfeleknek. Tehát amikor olcsó a villamosenergia az olcsó időszakban, akkor feltöltődjön az akkumulátor, vagy ez az energiatároló, és amikor pedig egy drága időszak van, akkor abból is jöjjön ki a villamosenergia, de nem feltétlenül az autók töltésének biztosítására. Uh-huh. Ugye ez azért fontos, mert itt mindenki elkenődött, meg hát a piac megállásáról beszélnek jogosan, hiszen ugye ha csak a hálózati vagy az otthoni felhasználást veszük, ugye rettenetesen megdrágítja, vagy nagyon megdrágítja ez a beruházás, és rontja a megtérülést. De így, hogyha
hogyha a család tud vásárolni egy elektromos autót, és annak a töltését is el tudja végeztetni gyakorlatilag a kvázi ingyen energiával, akkor ez a megtérülési idő is változik jelentősen. Abszolút, és így jön ki. Pozitív az irányba. Igen, az abszolút, és így jön ki ez a fajta megtérülés, az egész az értéklánc így áll össze, egy kerek egészét. De ez egy nagyon-nagyon komoly átalakulás, és nekünk pont, mint Altornak, ugye, mint vezető energetikai szolgáltatónak, itt válik igazán érdekes és izgalmassá a történet, hogy ebben tudunk mi segíteni az ügyfeleknek egy autókereskedés által. Igen, ez az együttműködésetek. Igen, egyre több ilyet lehet látni, vagy legalábbis a világ szinten van egy ilyen trend, hogy azok, akik ki tudják egészíteni egymás szolgáltatását, és így aztán egy holisztikus rendszert tudnak nyújtani, azok keresik egymás partnerségét. Igen, és akkor hagyd mondjak még egy példát, amivel már elkezdtünk beszélgetni, de szerintem 23 év végére ez is összejöhet, hogy azok a gépjárművek, amik kvázi összetörnek, vagy már nem használhatók, azoknak az akkumulátorait mi majd fel fogjuk tudni használni egy irodaháznál, vagy egy társasháznál, tehát, és ezt itt idehaza tudjuk már megoldani, hogy kiszereljük, átszereljük, beüzemeljük. Tehát itt is van egy, mint recycling, ha már ugye ez volt a felvezető témánk, akkor ez is egy, kvázi erről is szól az együttműködés, csak ezt ugye még nem kommunikáltuk, hogy azok az akkumulátorok, amik az autóban már nem használhatók, az mi teljesen jók egy energetikai szolgáltató számára. Nagyon jó hangzik, és ez egy folyamatosan felmerülő kérdés ebben a témakörben, elektromos autó elmobilitás kérdés, hogy mi van az akkumulátorokkal, ugye? Így van, és abszolút van egy másodlagos piaca ennek, amit mi át tudunk szerelni egy konténerbe, vagy egy kisebb kvázi dobozba. Abban az autóban nagyon sok ugye, akkumulátor még használható, mert lehet, hogy pont teszem azt fel rád az autód, az akkumulátor teljesen épp, vagy az akkumulátoroknak bizonyos cellái még teljesen épek. Ezeknek egy komoly másodlagos piaca van, és nyilván amíg ilyen akkumulátor szegénység van, vagy ilyen éhínség van, akkor ez a nagy érték is a számunkra, hogy hozzájuthatunk ilyen akkumulátorokhoz. Ezt mondhatni ugye, hogy az autóval is szabad együttműködésetek, az Altegónak, ugye, mert így hívják az e-mobilitás üzletágatokat, az együttműködésetek így csúcsosodott ki, de nem új keletű, már volt egy-két érdekes, izgalmas fejlesztésetek. Igen, azért is jó az együttműködés, mert megtudtunk már, ugye nem csak beszélünk, és nem csak arról van szó, hogy az ügyfeleknek kínálunk megoldásokat, hanem megcsináltunk telephelyeket, például a Vecsésen, vagy éppen itt a Váci úton, a Jaguar Land Rover szalonnál is, ott is van napelemes rendszer, töltő, energiaszabályzó, és igen, nézegetjük az energiatárolót is, hogy mikor és hogy érdemes, mekkorát érdemes majd felszerelni az adott telephelyekre. Tehát megyünk, saját magunk is csináljuk ezeket a rendszereket, és az mindig pont ettől áll hitelessé, és ezt látják a kereskedések is, hogy a saját telephelyükön is megvalósulnak ezek a rendszerek, és sokkal hitelesebben tudják ezt az ügyfeleik felé is kommunikálni. Azt kérdezi egy kedves törzs hallgatónk, hogy ezek szerint az energiatárolás is átkerül az energiavállalatoktól a felhasználókhoz. Tudható-e, hogy mi változott, vagy drágult ekkorát a rendszer használati díjban? Hát igen, tehát az a decentralizált működés egy abszolút nagy trend, és azt, hogy a rendszer használati díjak drágultak, ez igaz, de majd még fognak is drágulni. Tehát ezt látjuk, hogy az energia ár egy dolog, a rendszer használati díjak egy másik dolog, de pont az utóbbi az, ami hát látjuk, hogy fejleszteni kell a hálózatot, ha egyre többen kilépnek és szigetszerűen kezdenek esetleg működni, akkor egyre kevesebb ügyfél között kell szétosztani azt a költséget. Tehát valóban az energiatárolás egy kulcseleme lesz ennek a decentralizált működésnek. Nagyon izgalmas téma, és szerintem vissza is térünk rá. Köszi szépen, hogy beszélgettünk erről. Szép napot neked. Szia, szia. Novotny Dénessel, az Altao Nrt. E-mobilitás üzletágának vezetőjével beszélgettünk. A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncokon és iparágakon átívelő gazdasági modell, amelyben nincsenek hulladékok. 3R, a Millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el. Ezen a napon történt az a sajnálatos eset, hogy az egyik nagy legenda George Harrison úgymond divatosan szóval kicsekkolt 2001-ben,
és többi már nem játszott itt a földi valójában. Úgyhogy most még mielőtt az SMS-ekre, még üzenetekre rátérnénk, egy olyan nóta tőle, amit már nem Beatlesként. Nóta? Egy nóta, amit nem Beatlesként követett el.